Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok! Na, kész vagytok, srácok? Szét fogom szedni ezt a játékot. Szét fogom szedni darabjaira. Fölírtam, te, ritkán csinálok ilyet. Fölírtam magamnak, hogy miről szeretnék beszélni ilyen kulcspontokban. Úgyhogy jöjjön Battlefield 5, és amiket én most tapasztaltam a bétáról, mi változott az alfa óta, hogy éreztem magam játék közben, élveztem, nem élveztem, kicsit beszélünk a pályákról. Természetesen, és kiemelem, hogy ez egy béta, jó? És ennek alapján lesz megítélve a játék, és várni fogunk a teljes változatra, amíg ki tudok hozni egy normális értékelőt a teljes változatról. De mielőtt még nagyon belekezdenék ebbe az egészbe, meg kell mutassam nektek ezt a két jelenetet. We are nearly beaten. We have taken objective Baker. Objective Ozmag. <laughs> Hát ez, amikor ez így, így megesett velem kétszer is, szinte egymás után, a öcsém mondom, nem, én, én most itt kész, kész. Tehát, hogyha még a régyelős korszakomban lett, lettem volna, akkor most a billentyűzet, meg az egész repült volna az ablakon. Na de, vágjunk bele akkor, jó? Engedjétek meg, hogy, hogy indítsam a, ezt, ezt, a kis bemutatót egy, egy ilyen kis monológgal, jó? Tehát, ha egyszer lesz egy fiam, és az megkérdezi tőlem, hogy apa, voltál te már kurvával? Akkor azt fogom válaszolni neki, hogy igen, fiam, voltam. Úgy hívták, hogy battlefield -öt. És apa, és apa jó volt? Hát, fiam, tudod, a kurva az már olyan, hogy külső ránézel, gyönyörű, szép, csókos a szája, kicsalja a pénzedet, úgy élvezed, élvezed, de tudod, hogy mégsem olyan, mert nem szerelemből csinálod. És hát egy, egy ilyen érzésem van a, a Battlefield-tel kapcsolatban. Remélem azért átjött az életérzés itt a, a kis hasonlatommal, a kis, a kis monologgal. Úgyhogy, kedves nézőm, hogyha ilyen hardcore Dice és Battlefield fan vagy, akkor készülj fel, hogy a kedvenc játékod és, a, hogy is mondjam, stúdiód, aki készíti ezt a játékot, darabjára lesz szedve. Engem nem fizetnek azért, hogy jót mondjak erről a játékról, de kihangsúlyozom, hogy nem feltétlenül fogok rosszat mondani erről a játékról. Igyekszem objektív maradni, és igyekszem átadni az érzéseimet azzal kapcsolatban, hogy hogyan játszottam, vagyis hogy hogyan éreztem magam, miközben játszottam ezzel a játékkal. Egy-két dolgot azért szeretnék mondani, amire így, így Felhívnám a figyelmeteket, és hát igazoljatok vissza, vagy mondjatok ellent ebből a szempontból, de kezdjük ott, hogy ugye amikor elindult az egész BFSD, a kampány, a reklámok, minden, nem vett túl jó startot a Battlefield, és ugye maguk a videósok is arról beszéltek, amikor rákerült reklámra a sor, hogy hát ez így nem volt túl jó hogy őszinte legyek. Aztán rákerült az alfára sor, és volt a gameplay, és minden elkezdett pozitív irányba menni. A nagyobb videósok is, akikről tudjuk, hogy együtt működnek az IE-vel, fókuszáltak arra, hogy mit szeretnek a játékba, és mit véltek pozitívumnak, de nagyon kevesen beszéltek arról, hogy, hogy mi, milyen ellentmondások vannak a gameplayben amelyek megakadályozzák néha azt, hogy élvezd a játékot, és ilyen frusztráció szintjére emelték legalábbis nálam néha az élményt. Szóval nem tudom, hogy nektek feltűnt-e, de nekem e ez tűnt fel, hogy egy, egy nagyon félre sikerült kampánya volt a Betterfailnek, aztán no, mutassunk nekik gyorsan gameplay-t, mert ha nem, ebből káosz lesz. Na most egy kis káosz lett, mert az alfa nem éppen úgy sikerült, ahogy kellett volna, de nem volt feltétlenül rossz. De nagyon meg is látszott ugye a Betterfailnek az előrendelésein, és, és nem éppen úgy ad el a játék, ahogy azt számoltak volna vele. Emellé még azt sem mondhatnám, hogy túl okosan kampányolnak, hogyha arra kerül szó, hogy a Battlefield mint játék keresztűzbe került különböző hülyeségek miatt, mert másképp nem lehet ezt elmondani, hülyeségek miatt keresztűzbe került a Battlefield, és emiatt meg a kiadó válasza rá elég bugyuta volt ebből a szempontból. Na szóval, végre elérkeztünk a bétához. Itt vagyunk. Na, legalább lehetett grafikát beállítani egy pozitívum oda. Ez, az, az, azzal már meg vagyunk. De erre a pozitívumra rögtön mutatok nektek egy negatívot, negatív dolgot. Figyeljétek csak a sniper zoomot. Objective dog is ours now, szerintem ez, ez egy, nem, nem, egy túl jó dolog. Reméljük, hogy más is észreveszi, akinek a hangja eljut odáig, hogy ez kelljen, de ez nagyban megakadályozhatja a gameplayt, ha egy pillanatra elveszted a célt, hogyha gyorsan kell reagálni. Úgyhogy, ja, na, te, itt, itt már van egy apró olyan dolog, ami a gameplaybe szól bele. És ez viszont nagy hiba. Lehet, hogy játék közben fel se tűnik, hogy miért nem tudod lelőni azt a másikat, mert annyira gyorsan történik ez a valami, de ez a kis delay, annyira gyorsan törő, annyira, hogy elveszted a célt egy pillanatra, és csodálkozol, hogy jé, hát ezt le kellett volna lőjem, de mégsem uh, lőttem le. Beszélgessünk egy kicsit az általános érzeteimről, hogy hogy egy kicsit össze-vissza haladok, de nagyjából így írtam fel magamnak a dolgokat, miközben játszottam. És na nagyjából milyen érzéseim voltak, amiközben uh, játszottam a játékkal, és azt kell mondjam, hogy vegyes. Hol élveztem, hol nem élveztem. Természetesen azért a shootereknél olyan a dolog, hogy az ember nagyon élvezi, nagyon megy neki, akkor nagyon élvezés, hajlamos teljesen elragadtatva beszélni a dolgokról benne, ha pedig szarul megy, akkor ó, ez egy Kifejezetten nem tudom azt mondani a Battlefield 5-re, hogy szar a Bétából is kérdít, hogy ez a játék korrekt. Oké. Okay? A játék korrekt. Nem, nem lehet ellene rosszat mondani, le leszámítva a bágjait, és még egy-két dolgot, amit itt ki fogok emelni. Uh, leszámítva a vágjait korrekt. A single playerről majdnem biztos vagyok benne, hogy nagyon korrekt lesz, és nagyon fogjuk élvezni. És azt kell mondjam, hogy nem tudok rá isteni igazi okot adni, hogy miért te neved meg ezt a játékot, viszont isteni okot tudok adni rá, hogy ne rendeld elő, és várjál vele egy-két hónapot, és csak utána add meg, és ezen okok um, okokat most fogom felsorolni hogy hogy egy kicsit végig gondoljátok azt, hogy hogy mi, mi az, ami igazán így um, frusztráló, vagy rossz oldala lehet ennek az új Battlefieldnek és csak kívánni tudom, hogy ez, ez egy ilyen játék sajátossága lesz, valószínűleg ez a játék sajátossága lesz, amiket én itt észrevettem magamon, és, és alkalmazkodni fogunk hozzá, és tök jó lesz akkor már teljes mértékben, ha alkalmazkodunk hozzá, ha e, túl, túl, túl tudunk lépni ezen, mint játékos. Természetesen itt már szubjektivitásról beszélünk, tehát az én véleményemről beszélünk, és ez természetesen nagyban befolyásoló, úgyhogy egy kis hóval vigyétek a véleményemet természetesen róla, és mindenki másnak más élménye lesz erről a játékról teljes mértékben, de egy-két dolgot észrevettem, amik zavarnak. Azt hozzá kell tegyem, hogy ha nagyon élvezed, és ez az egyik pontom, hogyha nagyon élvezed a battlefield és élvezted az eddig battlefield és van motivációd arra, hogy játsz egy újabb shooterrel, amely ma a másik világháborúban helyeződik el, akkor nagyon él fogod élvezni a betölfédet, akkor királyjáték lesz. Nálam azt a problémát véltem felfedezni, hogy nincs meg a motiváció, nem izgulok rá a második világháborúra, és ilyen szinten nincsen meg a motivációm, hogy játszak, hogy, hogy mindent, hogy apait, anyait beleadjak. Tehát nem azt mondom, mert úgy szívesen játszom vele, de nem, nem akarok, nincs meg a motiváció, hogy apai-anyait beleadjak, mivel hogy az a kis apróság, hogy másik világháború feltétlenül nem jön be. Bejön a gameplay, de nem feltétlenül jön be az a környezet, amiben bele rakták. Szóval egyik, amit nálam, hogyha te is érzed magadban ezt, hogy a motiváció hiánya, akkor, akkor hát igen, akkor nem nem feltétlenül biztos, hogy a te játékod lesz. A következő, és, és ez remélem, hogy változik, amire kijön a teljes játék, nagyon remélem, hogy itt, ebből a szempontból egy teljesen új dolgot fogok mondani abból, hogy motiváció hiánya. Tehát akkor, ha kijön a teljes játék, beszélünk róla. A következő aprócska dolog, ami feltűnt, és hát nem feltűnt, de ezt már mondtam az, az alfánál is, ugye, a lőszer hiánya, a kezdő lőszer hiánya egyszerűen kevés. Tehát kevés az a 60 golyó, főleg egy asszoltnak és egy mediknek, bár mindenkinek igazából. Az egyetlen, aki legnőbb előnyben van, az itt a sniper, mert ő potenciálisan elérhet 20 kill striket ebbe a játékba, de jártam így az asszoltal, figyeljétek csak, п е т Na igen, szóval, hogyha azt szóltal egy kicsit sorra kerül a sor, max egy triple kill le tudsz hozni, mert ugye egy-két golyót természetszerűen mellé fogsz lőni, de kifogysz a lőszerből, és hogyha a csata hevében van, közepében vagy, akkor, akkor mi van? Egyet ölsz, egyet ha kettőt ölsz, egyet hasz, hármat ölsz, egyet az. Tehát így ez nem jó ebből a szempontból. Miért mondom ezt? Egyszerűen Kevés lőszer és a játék szerkezete ellentmondásos. A játék szerkezete rákényszerít arra, hogy egy ras alapú játékot játszál. A pálya szerkezet, a, ahogy megvannak, csinálnak, ki vannak alakítva. Ez a két pályáról beszélek. Rád kényszerít, hogy egy rassoljál, alapot játszál, de ehhez nem adja meg azt a lőszert. Szóval, jó, mondom, ó, oké, semmi pánik, semmi pánik, főleg a Rotterdam pályán ö, úgy voltam vele, hogy hát a, ordított róla, hát akkor taktikázzunk, elővettem a snipert és, és egy ilyen taktikusabb játékot próbáltam hozni, és azt kell, mondjam, hogy akkor teljes fordulatot vett a játék. Másképp néztem a pályát, lelassultam, és az egésznek itt volt a lényeg, hogy lelassulni. Ó, oh, mondom, zsír, lelassulok, taktikusra fogom, na végre, itt most lesz skill, semmi gáz, tök jó, nyomulunk ezerrel. És amíg Sniperrel játszottam, fantasztikus volt. És aztán jött az újabb ellentét, amit gameplayben észrevettem, és az pedig a... Taktikusság, amikor rákerül a sor arra, hogy medik, asszolt vagy ö, szupporttal játszál. Nincs elég lőszered fedező tűzre. Ez, ez úristen, te annyira idegesített. Tehát előre kellett volna nyomulnom, és, és láttam, hogy ott van az ellenfél, és tudtam, hogyha amint kilépek, elkezd rám lőni, észre fog venni, nem fogok tudni átmenni azon a szerencsétlen úton, és, és elkezdtem fedező tüzet lőni, egy-két golyót tudott fejbe találni, nyakon talál, hogy hogy vegye, hogy lehúzódjon, és akkor át tudjak futni azon a szerencsétlen úton. És jó, pim, 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 meglövöm, futok, mint a hülye, de amire odaérek, addigra ugye egy tár majd, hogy nem elment, és egy tárral le kellett volna lője kettő enemit, jó esetben összejön, semmi probléma, rossz esetben nem jön össze, és, és hogyha a rosszabbik esetben van, akkor egyet lelősz, a másik lelő, és ez nem poén. Ez kurvára nem poén. És, ez nagyon frusztráció. Játszanál egy taktikus játékot, de a játék nem adja meg neked azt az élvezetet, hogy úgy játsz, ahogy kellene, ahogy illik, hogy lehagy magának egy fedező tüzet, és ne kelljen azon aggódni, hogy lőszered van-e, vagy nincs. Mert, mert, ja, és igen, ugye, persze mondhatnátok, akkor mennyi lőszeré, lőszer. Ja, nem probléma. Hogyha, érted, meglátod a lőszeres, a végre lőszeres, oda rohansz, és veszel egyes közben felrobbansz a bouncing battiken, mert az az új meta című történet, hogy oda lerakják a csapdákat a lőszer elé, és ha nem figyelsz, bum! Ha, így járták köcsög. Szóval itt problémák akadnak tehát ez, ez egy ellentmondás ha azt akarod, hogy taktikusan játszak akkor adjál hozzá megfelelő lőszert legalább egy fedezőtüzet tudjak magamnak csinálni ö, ha azt akarod, hogy rászóljak akkor azért adj egy kicsit több lőszert hogy háromnál több ember tudjak lelőni hogyha kell egy pontot foglalni és engedd meg azt a luxust, hogy egy-két golyót mellé tudjak lőni nem azt mondtam, hogy adjanak 200 golyót mint a Battlefield 1 be vagy a többi battlefield be nem egy 90 golyó ideális lenne. Igen, azt is mondhatjátok, hát ha beszpolnosz, mennyi vegye el lőszert, nem mindig jut eszedbe elmenni lőszert venni, vagy hogyha olyan helyzetbe szponolsz be, akkor helyből lőnöd kell, és nem lőszeré fókuszálni, és ez nagyon-nagyon um, hogy is mondjam, ellentétes volt ebben az egészben. Játszanál egy játékot, de nem adja meg neked. És nem tudom, hogy csak én vagyok -e így vele, kérlek, írjátok már meg, hogy én is így vagyok vele, és, és tegyétek oda, hogy hashtag macska mert akkor tudom, hogy eljutottak, eljutottatok idáig a videóval. Hashtag macska és kérlek írjátok meg, hogy ti is úgy vagytok ezzel, hogy, hogy egy ilyen ellentétet éreztetek abban, hogy a játék megkívánja, hogy így játszál, de nem adja meg hozzá a feltételeket. A másik dolog, ami, ami feltűnt, és hát remélhetőleg tényleg, hogy ezekhez mindegy adott ponton hozzászokunk, egy új játékstílus alakul ki, mert beismerem, hogy a Battlefield 1 egyszerűen tönkretette azt a szkélt, amivel játszottam a Battlefieldet annak. Tehát egyszerűen annyira egyszerű ez a játék, és annyira primitív ehhez képest, a Battlefield 5-höz képest, annyira primitív a Battlefield 1, hogy, hogy Elment a skill a játékra, elment a taktika. Semmi, ott csak lőni kell a 1 egybe, és itt, itt már azért kell némi skillt bevetni. Na de mindegy, térünk rá a következő dologra. Képernyő rángás, Jézus Mária. Hát, ugye erről nem lehetne végre leszokni az Isten szerelmére. Megértem, amikor egy nagy robbanás történik a környéken, hogy beránga a képernyő, de amikor melletted lő egy tank, felrobban egy kisebb gránát, be Oh, Istenem, be, bere meg az egész képernyő, elveszted a célt, hát Jézus Mária, de könyörgöm, tehát én értem, oké, okay, egyes szituációban rakjanak be képernyő rángatásra, amikor a tetves tanglő melletted, legalább akkor ne legyen, igen, tudom, realisztika, de, de nem kell realisztika, egy játékról van, szóval egy olyan játékról, amit élvezni próbálsz, könyörgöm, ne remegjen már az a képernyő, amikor, amikor egy tankal felrobban mellette még gránát. Ebben a kés esetben ne remegjen a képernyő. A többi esetben szám remegjen, de most ne remegjen kivételesen. Sajnálom, de megint bele fogok kötni a respawn időbe. Köszönjük szépen, Dice! Most már egy kicsit gyorsabb, de még mindig kiver a víz a lassúságtól, szóval vegyük ezt egy kicsit górcső alá. Meghalsz, és elkezded nyomni az egérgombot, mert gyorsan akarsz túlesni végre ezen, mert látod, hogy a társad nem éleszt fel az Isten szerelmére, Lát, és az meg, és nem éleszt föl, és akkor már gyorsan túl akarsz esni az egész dolgon, és egy gyorsan az egész dolgon, és utána kiderül, még várnod kell, vagy 5-6-7 másodpercet, hát kaparod a falat, egy annyira kilendít a játékmenetből, hogy az hihetetlen. Miért nem lehetett azt úgy megoldani, hogy amíg lejár a halálidő, az lenne a respawn időd? Könyörgöm, miért kell még kilendíteni az embert az amúgy is egy kicsit lassabb játékmenetből? Szóval... Ah, de ez is hozzászokunk. Ez is egy olyan dolog lesz, amihez hozzászokunk. Remélem. Remélem. Ezt azért emelem ki, mert alapvetően én egy forrófejű játékos vagyok. Kicsit türelmetlen, beszeretek menni az akció sűrűjébe, és ott érzem jól igazán magam. Szóval, és itt voltunk azért a Rotterdam pályán, hogy őszinte legyek, 64-en voltak ott, de egyszerűen nem vettem észre senkit. Vagy körbe-körbe vagy mentünk, és így körbe-körbe foglaltunk. Mert a, tehát teljes mértékben előfordult, de ahhoz képest, hogy 64-en voltak, az emberek el voltak tűnve rajta. Elképesztő, elképesztő volt. Szóval beszpónolsz, gyalogolsz fél órát, találsz egy embert, jobb esetben lelövöd, rosszabb esetben lelő, és utána nézel magadnak, hogy vut, és tényleg ezért gyalogoltam fél órát? Úgyhogy, ja. Hatalmas pozitívumot kell adjak azon a felén, hogyha ezt a játékot spanokkal játszod, akkor kurva jó élményedben le, élményben lesz részed. De azon belül is olyan spanokkal a legjobb, ha játszod, akikkel már évek óta együtt játszol, és esetleg shootereket játszol együtt, és élvezitek a ismeritek egymást, tudjátok fedezni egymást, én azt hiszem, hogy akkor a Battlefield, wow, the fuck, tehát ha egy egy squad sniper-től, mediktől és asszoltól így, így összeáll egy squad, akik már jól ismerik egymást és tudnak játszani, el, odavernek bárkit, hogy, hogy őszinte és akkor kurva jó lesz, mert, mert az egy új szintre emeli a taktikusságot, és ez az, amit látom, hogy akarnak a dice csinálni, ami egy jó dolog lenne, de ennyi éven keresztül nem tanulták már meg, hogyha egy kikerül a játék egy a, a kezük közül, és 64 fölt ráeresztenek, idegeneket idegenekkel, azok nem fognak olyan szinten taktikázni és squadban játszani, mint ahogy a barátok és ismerősök, és nem csak barátok és ismerősök játszák ezt a játékot. Szóval, hogyha olyan szerencsős állapotban vagy, hogy hogy a spanokkal együtt fogjátok ezt tolni, és még jól is ismeritek egymást, hogy a játékstílusokat, akkor, akkor ez a játék egy fantasztikus uh, taktikai élményt fog nyújtani. A másik dolog az építkezés, ami egy ilyen valami ebbe a játékba. Én őszintén veletek nem foglalkoztam vele, és nem is érzek késztetést, hogy erőltessem, hogy foglalkozzak vele. Egyszerűen nem tudom benne észrevenni a bónusz. Jó, most hazudok, egyszer egy ellenfél tökéletesen időzítve építette meg elém a fedezéket, és mentette meg azzal a társát. E ebben az egyben azt mondtam, hogy jó, le a az építő előtt, de egyszerűen azt látom, hogy a legtöbben nem foglalkoznak vele, mert hosszú idő, amire megépíted, amit meg szeretnél építeni, nem odaépíthetsz, ahova akarsz, és, és azt hiszem, hogy egy jó elgondolás, de sokkal gyorsabban kéne menjen, tudnod kéne lőni közben, ins, vagy instant kéne leszpanoljon a fedezék, vagy bármi, ami felgyorsítja, vagy oda tedd, ahova jól esik, című történet mint a Fortnite-ba, <laughs> hogy így építkezel össze-vissza, és akkor lövöldöz, az, 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 az teljesen poén lenne, de, de nem nem egy feltétlenül jó feature, azt az kell, hogy mondjam, és, és nem elég gyors is, és hogy őszinte legyek, az egész úgy van megcsinálva, hogy valaki másnak a taktikai, beállításait játszod, név szerint ugye a készítőknek a taktikai beállításait játszod, hogy volt egy programozás azt mondta, á, ez itt így jó lesz, akkor engedjük meg, hogy ide rakjanak egy falat. És nekem nem tetszik, hogy oda kell rakjak egy falat. Szóval, ja, ebből a szempontból egy jó indulatú elgondolás, de nem feltétlenül a legjobb módon van kivitelezve. Én legszésebben kivenném a játékból, mert nem, én magam nem sok értelmét látom. És egy újabb ilyen ellentmondásos dolog, utolsó ígérem, a lőszer eh, életfeltöltés terére gondolok. Ez olyan, hogy hát minek veszel föl egy metkitet, ha úgy sincs elég lőszered, hogy folytatni tud a játékot, akkor már egyszerűbb, hogy egyes feljebb bele rossz Című történet, szóval... Megvoltak a pillanataim, azt kell mondjam, voltak kurva élvezetes pillanatok, faszasotok, faszajelenetek, jelenetek, és voltak nagyon rossz élmények is. És ezek a nagyon rossz élmények inkább ezekből az okokból adódtak össze, amelyeket itt felsoroltam. És nem sorolnám fel őket, többnyire elmegyek mellettük, és az alfában nem soroltam fel őket, a pozitívumokra fókuszáltam. Az alfában nem soroltam fel őket, mert, mert úgy voltam vele, hogy hogy ez majd változik a bétára, változik majd arra, amire kijön a játék, de a bétában is itt voltak. És ezek olyan apróságok, amelyek a frusztrációmat állandóan okozták. Tehát mindig ezek okozták a frusztrációmat. Nem zavart, ha hátba lőttek, nem zavart, hogy hé, ez hogy került ide ez az zenem, jó, az Isten szerelme már megint ott van. Sok minden nem zavar. Nem zavar az, hogy nem lehet kiszpotolni az zenemiket. Nem zavar az, hogy nagyon rángatnak a fegyverek, és csak fejre kell, szinte csak fejrelőve tudsz győzni a másik felett. És nem zavar a, 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 az a probléma sem, hogy te kezdesz előni el előbb, és mégis lelőnek, mert ért tudod, hogy ez a fegyver a jobbnak kell lennie, mint a tiednek rövid távon. De ezek az apró, apró, ezek a dolgok, amiket felsoroltam itt, ezek nagyon is zavaró tényezők, és egy állandó, állandó tényezők állandó tényezők, melyek megakadályozzák, hogy jó jázdajátékot, játékot, hogy a saját szádíze szerint jázdajátékot, játékot, és attól félek, hogy a sok kozmetikum, amit behoznak, és különböző dolgok, amiket rárakhatsz a fegyverekre, Uh, amik amúgy nem fogják befolyásolni a fegyver viselkedését. Tehát ráraksz egy red dotot, akkor az nem befolyásolja a fegyvered viselkedését, vagy egy mazölt, vagy valamit ráraksz, uh, nem befolyásolja a fegyver viselkedését, kivéve, hogyha egy sniper scope raksz rá, akkor igen, de amúgy semmit nem fognak befolyásolni, csak kinézetre esznek szó Szóval attól félk, hogy ez a sok kinézet beállítós dolog, ez nem fogja megmenteni a játékot ezen apró dolgokról, amiket Hát én személyesen észrevettem, tehát hogy ti hogy álltatok hozzá ez a ti dolgotok, de nálam ezek így nem mentik meg a játékot. Szóval várjuk türelemmel most már a novembert, mert ugye áthelyezték egy kicsit a megjelenés, nem csodálom, annyi játék jelenik meg októberben. Várjunk egy kicsit, várjuk meg azt a, azt a teljes review-t, amikor kijön a teljes játék, belevetem magam, mert megvan, megvettem, Ugye? Kifizettem a kurvát. <laughs> Meg, megvettem, várjunk vele, lesz egy egy teljes review, és, és akkor bővebben beszélünk róla. De egyelőre a béta ennyi. Ezt, ezt, ezt tudom elmondani. Uh, róla, és szerettem volna őszintén beszélni róla, hogy őszintén lássátok, hogy mit gondolok róla. Nem, nem szeretném azt, hogy. hogy um, csalódjatok ebbe a játékból, szeretném, ha látnátok egy kicsit a sötét oldalt is. Tudom, hogy, hogy, hogy vannak, akik néztek engem, és, és um, ugye ebből a szempontból hallgattok rám, vagy megfogadjátok a véleményemet, nagyon-nagyon köszönök, és uh, tényleg köszönöm ezt a bizalmat, hogy ebből a szempontból hallgattok uh, arra, amit mondok, meg a, a, arra sok évre, ami súterekben szereztem tapasztalatot, de én ezeket, ezeket láttam, srácok, nem mondom azt, hogy dobja lájkot a videóra, mert ez nagyon um, szubjektív videó de ha tetszett, akkor ha te is így gondolod, akkor dobja lájkot. A uh, kérdéseket, kommenteket várom, várom, mondjátok ki magatokból, kérlek, hogy mi az, amit gondoltok erről a játékról. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!